Az elmúlt hetekben az egész országot megbotránkoztatta az a videó felvétel, melyet a Szolnoki Kalandpark egyik biztonsági kamerája rögzített. A felvételen jól látható, hogy egy csoportvezető hatalmasat rúgott egy kisgyerekbe. A férfi olyan erővel rúgta ki a gyermek lábát, hogy a kisfiú a fejére esett, majd ezt követően tehetetlenül feküdt tovább a földön. A kalandparkban dolgozók csak utólag a biztonsági kamera felvételének megnézése után vették észre, hogy mi is történt. Ezután tették meg a feljelentést a rendőrségen. A napokban a kisfiú ismét látogatást tett a Szolnoki Kalandparkba. A vezetők kötelességüknek érezték, hogy vendégül lássák Rolandot, és próbálják vele elfeledtetni ezt a szörnyű traumát. A Szolnoki Kalandpark a régió legnagyobb gyermek és ifjúsági attrakciója. Sok ezer gyermeket, családot láttak vendégül eddig, problémamentesen, mondta Lics László, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Ügyvezetője, akinek a kezelése alá tartozik a Kalandpark. Az eset után kapcsolatba kerültünk az anyukával, és egyeztetve pszichológusokkal, illetve az édesanyjával abban maradtunk, hogy meghívjuk Rolit ide Szolnokra, egy kicsit komplexebb programra, hogy az a fajta sérülés, rossz emlék, ami az elmúlt hetekben keletkezett benne, egyszer is mindenkorra kitörülődjön, és úgy gondolom, ahogy látszódik is, ez egy nagyon jó döntés volt, Roli nagyon élvezi a kalandparkozást. Ezután átmegyünk a sípályára fánkozni, és ezután irány a Szabadstrand, ahol egy tisztai motorcsónakázásba lehet részre. Mosolygósan érkezett meg a helyszínre Roland az édesanyjával. A szülőt arról kérdeztük, milyen érzések kavarogtak benne, amikor megkereste őket a kalandpark vezetése. Nagyon örülök annak a lehetőségnek, hogy Roli kipróbálhatta újra, és hogy ne félelemmel gondoljon a parkra, meg ugye erre az egészre. És mint ahogyan tényleg azt szokták mondani, hogyha valaki leesik a lóról, akkor újjon vissza rögtön. És látom, hogy meri és bátor. Úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok. Az anyuka riporterünknek elmondta, nagyon tetszik neki ez a hely, és reméli, hogy a kisfiúval is sikerül elfeledtetni a történteket. Tótné Nagy Juditot arról is kérdeztük, mi a véleménye arról, hogy a kisgyermekét bántalmazó csoportvezető személyesen szeretne találkozni a fiúval azért, hogy bocsánatot kérhessen. Azt valószínűleg tudjuk, mindenki tudja, hogy ő miért szeretné, az oldal engem nem érdekel. Én csak azt akarom, hogy a Tibor bocsánatot kérje Rolitól, és hogy megmondja, hogy nem ő a hibás, nem csinált semmi olyan rosszat, amivel ezt érdemelte volna. És ennyi, és nem több. Tehát én nem akarom majd, hogy utána focizgassanak, vagy bármi legyen, csak ennyit, hogy bocsánatot kérjen tőle. A gyereket bántalmazó csoportvezető azóta hazatért nyaralásából. A hatóság kiskorú veszélyeztetése büntettével gyanúsítja. A rendőrségi kihallgatás során a cselekmény elkövetését elismerte.